Készüljön föl rá, hogy váratlan látogató jön Utrechtből. Igen? A törvényszéki tanácsos ügyvéd. Ki ilyen? Walter jogtanácsos, Utrechtből. Egy kíváncsi kinéz az ablakon, hogy mit lát most, mert azt sajnos ugye nem tudom. Mert asszony! A szilánkra tört paktum az most nem tartozik a tárgyhoz. A 66-os tűzvész idején már Isten nyugoszta boldog út férjemét. Ördög be, asszony! Nem fejezte még be! Zárjuk rövidre. A korsóval mi lett? Mi lett? Mi lett vele még 66-ban a tűzvész idején? Hogy mi lett vele? Hogy vele, uraim? Hát kérem szépen! Semmi! 66-ban nem történt vele semmi! Mit esküdtem magának? Én nem esküdtem. Hallhatták? Kuss veszett kutya, te fogod be, vagy öprönnel folyton beléd a szót! Hitvány rágalmazók, gyalázatos rémhírterjesztők, méregkeverők és küldőket harmadszor is! Hát az én fiam, megismerem a kötényét, de van ott vele még valaki! Úgy, még valaki, na de ki? Nagyon okos! Hát ki? Hát azt kérdeztem én is! Na hát! Beszélj tovább, gyerünk! Most tudul, tolulni kezd! Hát tolulni kezd az agyam a bíró ura, de... Levegőt! Mondom, így lepadt! Levegőt ide! Letéptem a mellett! Levegőt ide! És futok, rúgok, toposok, üvöltök, és mivel behúzta a reteszt ez a ringyó, az ajtónak feszülök és berúgok! Ez az, te villám, gyerek! Ajtón belül bent leesett a korsó, és mivel a kezemben maradt a kilincs, mikor az előbb beszúdultam az ajtót, a félkilós vassal jó kupán vágtam, mert odáig még Iról elért a kezem. Kilincs volt az? Ja, ajtó kilincs. Azért. Márta asszony, mit felel erre a beszédre, tessék? Az ilyen beszéd! Úgy tör be az olva, mint a nyest! És az igazságot! Mint egy káráló csókat úgy folytja meg! Ragadjon, bunkott ki a jobb barátság! Végre kiírtsa ezt az éj szörnyet! Kegyelmedet nem fárasztja nagyon ez az ügy? Az ördögnek ilyen lába volna! Járhatna bárba! Stáncolhatna is! Alig ha tudhatjuk mi, Brigitta asszony ellennapokolva mi a divat! Csak a játszik! Egy dolog mindig csak, és az a bíróság becsülete! Utoljára mondom, zárjuk be az ülést! Várj csak, te kis tető! Mi nem kapja? Az